Ezen a héten vasárnap országgyűlési választás lesz Magyarországon. Több mint 8 millió 200 ezer választópolgár teheti le a voksát április 8-án. A felelős választásról beszélgetünk a következő percekben. Magyarországon három nagy választásban vehetnek részt a választópolgárok. Az egyik, amit előttünk áll 2018. április 8-án, az országgyűlési képviselők választása, ezen túl az európai parlamenti képviselők választása, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása lehetséges. Most egy új időszakot élünk, ugyanis az országgyűlési képviselők választása az 4 éves ciklus követ, az európai parlamenti képviselők és a helyi önkormányzati képviselők, valamint polgármesterek választása 5 éves ciklus alapján történik. Magyarországon minden nagykorú magyar állampolgár rendelkezik szavazati joggal, néhány kivételtől eltekintve, akit például a bíróság a közügyektől eltiltott, vagy a bíróság egyéb módon korlátozta a szavazati jogát. Tehát minden nagykorú magyar állampolgár, aki a névjegyzékben szerepel. Idén igen nagy az érdeklődés a választáson való részvételre a jelölőszervezetek részéről. Az elmondható, hogy ilyen nagy számban még korábbi választásokon nem vettek részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 egyéni választókerületben lehet egyéni választókerületi jelöltekre szavazni, illetve egy országos listára. Fontos kiemelni, hogy mi a teendője a választópolgárnak a választások során. Én azt gondolom, az egyik legfontosabb feladat az, hogy a választópolgár választás napján, tehát április 8-án, vegye magához a személyi okmányait. Az egyik a személy azonosító okmány, a második fontos okmánya pedig a lakcímét, vagy a személyi azonosítóját igazoló okmány. Nagyon fontos kiemelni még azt is, hogy ez az okmány érvényes legyen. Amennyiben ez az okmány a kezében van, akkor szavazhat. A témával kapcsolatban a stúdióban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét, Cseszták Oszkárt köszöntöm. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is mindenkit köszöntök. A felvezetőnkben úgy is mondhatnám, hogy egy rövid kis választási kisokos hangzott el, nagyon fontos információk ugyanakkor. Nem bonyolult dolog a választás, viszont nagyon-nagyon fontos. A választópolgárok körében többen vannak, sokan vannak, akik idézőjelbe teszem, már rutinosak lehetnek ebből a szempontból. Viszont van az a generáció, aki az utóbbi hónapokban jutott el oda, vagy az utóbbi 4 évben, hogy szavazhat már 2018-ban. Mit üzen nekik az idei választás? Én azt gondolom, hogy különösen a fiataloknak, a felmérések, a statisztikák szerint a fiatalok körében a legalacsonyabb a választási hajlandóság, vagy a politikai aktivitás. A fiatalabbaknak, de mindenkinek az lenne a legfontosabb, hogy minél többen elmennének szavazni, különösképpen igaz ez megyei közgyűlési elnökként, én bátran mondhatom a megyénkre, hogy legalább olyan választási hajlandóságot tudjunk mutatni, mint az ország más részein, hiszen ez egy nagyon fontos üzenet a későbbiekben, a következő 4 évre. Az országnak, saját magunknak, a saját önbecsülésünk szempontjából, hogy milyen a választási hajlandósága megyében. Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sokszor szokták elmaradottnak és lemaradottnak nevezni, ezzel mindig természetesen tiltakozok. Hátrányos helyzetű a megyén különböző történelmi okok miatt, Trianon, a fejlettségbeli különbségek, ezeket lehetne sorolni. Hátrányos helyzetűek vagyunk, de semmivel sem vagyunk halálvalóak, mint az ország más részei, ez igaz az iskolázottsági szintre, más fejlettségbeli mutatókra. Én remélem, hogy meg tudjuk mutatni az országnak, hogy a választói tudatosság, a választói felelősség szempontjából is felzárkózóbban vagyunk az ország többi része. Ez sajnos volt egy olyan választás, az nagyon emlékezetes számomra, 1998-ban, sokan akkor még nem szavaztak, amikor meg kellett ismételni, akkor még volt megyei listás választás is, nem csak egy országos listára szavaztunk, itt és Hajdú-Bihar megyében, a mi vegyénkben és Hajdú-Bihar megyében meg kellett ismételni a listás választást is, mert az akkori érvényességi küszöb 50% alatt volt a megyei részvétel. Hát nem szeretnék erre visszaemlékezni sem, ez remélem majd csak a politológiai tankönyvekben lesz a későbben olvasható. Hát nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni többi megyei elnök kollégával, az ország más részeivel szemben. Meg kellene mutatnunk, különösen Budapestnek kellene üzennünk, hogy magas lesz a részvétel a megyében, ebben bízok.
Hát ugye, elnök úr említette az elmaradottság szót, amit olykor ide ragasztanak a megyére, akár a választással kapcsolatban is. Ami ebben az esetben, amikor ilyen szintű országos eseményről van szó, és ugye a jövőnkről van szó, akár érdektelenségnek is nevezhető lenne, hiszen mégiscsak ez egy olyan lehetőség, amikor a magyar állampolgár elmegy arra a helyszínre, amit a megkapott értesítőjében elolvasott, és valóban egy kicsit, de dönthet ő is. Mi az az érték, az a részvételi arány, amikor már azt merjük állítani, hogy nem érdektelenek az itt élő emberek? Az országos átlag. Hogy mi lesz az országos átlag, az egy rejtély, de én akkor lennék elégedett, hogyha legalább az országos átlagot tudná hozni a megyei részvételi adat számunkra. Ez egy fontos üzenet saját önbecsülésünk szempontjából az ország felé is. És hát nagyon fontosnak tartom annak a megfontolását is, hogy racionálisan próbáljunk dönteni, számolva a következményekkel is, esetleg egy felálló új kormánynak a döntésképtelenségével, vagy a koalíciókötési kényszerekkel. Ez nagyon sokat ki tud venni egy országnak a lendületéből, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor kormányozhatatlanná válik egy ország, vagy nagyon nehezen lehet koalíciókat kötni egymással. Szerintem ez nagyon fontos mérlegelni egy választásnál, illetve hát azt is, hogy saját magunk helyzetéhez viszonyítsuk mindig a megtett utat, amit az elmúlt néha, akár a családunk, akár a szűkebb közösségünk helyzetéhez, ne pedig más országokhoz, akár pro, akár kontra, mert nagyon könnyű példákat hozni az ausztriai életszínvonalra, ugyanakkor viszont, ha 50 kilométer odébb megyünk, akkor Kárpátalján pedig hát teljesen más, vagy Ukrajnában teljesen más körülmények között élnek emberek, családok, és túlélnek, és megélnek, akár háborús helyzeteket is. Azt gondolom, hogy azt is érdemes mérlegelni, hogy mi milyen utat tettünk meg, a megyei foglalkoztatási adatokat, amelyekre igazán büszkék lehetünk, nem vagyunk utolsóak már ebben a mutatóban, hátulról a harmadik, negyedik helyen vagyunk, 8%-os a munkanélküliség a megyében, ez nagyon nagy utat tettünk meg az utóbbi években ezen a területen. Elmehetünk szavazni, ha kaptunk a választásra behívót, úgymond, de mi a helyzet azzal, aki nem megy el? Lemond arról, hogy befolyásolja a döntéseket, illetve hát megkockáztatom, hogy a kritika lehetőségéről is. Tehát úgy már azért nehéz kritizálni, vagy kritikai észrevételt megfogalmazni, hogyha nem vettem részt a döntésben. Tehát akkor az, aki nem megy el, az azt is vállalja, hogy akkor a következő 4 évben ő hát sem a buszon, sem a villamoson, sem a közértben, sem az ABC-ben nem fogalmaz meg kritikai észrevételt, hiszen így nagyon nehéz elkölcsi alappal nem mondhat bárki is kritikát, hogyha nem vette észre magában a folyamatban, hogyha részt vett, adott esetben rosszul döntött, és ezt néhány év múlva belátja, akkor is nagyobb az elkölcsi alapja szerintem a kritikai észrevételekre, mint hogyha nem is ment el szavazni. Ezzel biztos, hogy nem a politikusoknak ártott, elsősorban önmagának ártott, hogy nem vett részt a döntésében, a közös döntés kialakításában. Ez mindenképpen a demokráciának az ünnepe, a választás, azt gondolom, egy felemelő érzés is, lehet várni este az eredményeket. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy jó élmény mindenkinek, aki részt vesz benne, még hogyha esetleg meg is bánta később 1-2 év múlva a döntését, akkor majd abból levonja a következtetésre, még hogy 4 év múlva már jobb döntést fog hozni. Úgy gondolom, hogy az utóbbi évek azért a technika terjedésével és fejlődésével már mindenképpen odáig ért, hogy igen, extrém helyzeteket is meg lehet oldani, hogy akárhol dolgozó, élő emberek vagy egészségügyi ellátásban résztvevők is szavazhassanak. Tehát, hogy a lehetősége meg legyen teremtve arra, hogy mindenki ezzel a jogával tudjon élni. Illetve a fejlődés még abból a szempontból is kiemelném, hogy tájékozódhat az ember, ha akar. Így van, tehát az átjelentkezés az internetre egy nagyon egyszerű folyamat. Nem tudom, még benne vagyunk a törvényi határidőben, amikor az adásba kerül ez a mostani beszélgetésünk, de internetes felületen megoldható, nem kell még egy tapottat se menni egy hivatalba, sorba állni, ez egyszerű, egy
nagyon egyszerű internetes átjelentkező felületen megoldható. Az én lányom is Budapesten fog szavazni, oda jár egyetemre, átjelentkezett, mert más dolga is van, akkor nem fog hazajönni. Ezt sajnáljuk, mert legutóbb itthon volt, abban reménykedtünk, hogy haza látogat, de hát most Musikkal itthon volt, és átjelentkezett, és azt mondta, hogy apa, ez nagyon egyszerű. Ez látszik ugye a külföldi részvételi számokból, és dupla annyian jelentkeztek, regisztráltak a külföldi munkavállalók, magyarok, mint az elmúlt alkalommal, illetve látszik a magyarországi lakhelyel nem rendelkező, ám de magyar állampolgárokra, akik ugye jellemző módon a szomszédos országokban, az elszakított magyar területeken élnek, ott is dupla annyira nagy jelentkeztek, regisztráltak, mint az elmúlt 4 évben. Illetve az 4 évvel ezelőtti országgyűlési választásokon. Ugye azt hozzá kell szoknunk, hogy az önkormányzati választás az jövő ősszel lesz esedékes. Elnök úr, április 8-án akkor. Valamikor reggel 6 és este 7 óra között gondolom, hogy ön is elmegy szavazni. Természetesen, és hát remélem, hogy nem kell szégyenkeznünk ma este az eredményeket várva, hogy milyenek voltak a megyei részvételi adatok. Köszönöm, hogy bejött a stúdióba. Köszönöm szépen.